26. alkalommal rendezték meg az Öböl Kupa elnevezésű horgászverseny Dunaújvárosban. Kétnapos mulatság a Városháza téren. Május végén befejeződnek a munkálatok a radari sporttelepen. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Az E.ON ZRT folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében fontos a vezetékek időszakos feszültségmentesítése. Így 2018. május 9-én szerda 8 órától várhatóan 16 óráig, a Magyar út 21-től 23-ig, a 18-tól 32-ig és az egész kultúrköz területén áramszünetre kell számítani. Idén 26. alkalommal rendezték meg május 1-én az Öböl Kupa elnevezésű horgászversenyt, amelyen a helyi, illetve a Közép-Dunamenti Horgász Egyesületek tagjai vehettek részt. A hagyományokhoz híven idén is a kikötő öböl Darukkal szemközti területe adott otthont a rendezvénynek, amelyen összesen 44 fő vett részt, akik 5 kategóriában versenyeztek. Immáron 26. alkalommal rendezzük meg május 1-i Öböl Kupát. Tavaly volt egy jubileumi 25. ez a 26. hagyományőrzően ugyanúgy itt a kikötői öbölben került megrendezésre. Hála Istennek idén az átlagnál is többen jelentek meg, 44 versenyzőnk van, 5 kategóriában, gyerek ifjúsági, női, illetve a felnőtteket 2 kategóriára bontottuk, az amatőrök, illetve a versenyzők kategóriában indultak. A kupa előtt 3 nappal egy ponttelepítés során 5 mázsa ponty került a vízbe, hogy szebb fogások, jobb eredmények születhessenek. Minden kategóriát külön díjaztak a szervezők érmekkel, kupákkal és különböző tárgynyereményekkel. A Turinform iroda jóvoltából idén is megrendezték a májusi mulatságot a Városháza téren. A kétnapos kulturális esemény április 30-án este kezdődött, majd május 1-én egésznapos programokkal várták kicsiket és nagyokat egyaránt. A nap végén pedig utcabárra invitálták a szórakozni vágyókat. A májusi mulatság április 30-án este 6:30 kezdődött a Dunaújvárosi My Way Dance School fellépésével, utána pedig Roy és Ádám koncertje szórakoztatta a közönséget. Ami első körben a szívünk között, hogy évek után, ahogy már nagyon mentünk előre, feljött az, hogy verseny, hát táncolunk, ennek lehet következő lépcsés, és eljutottunk versenyekre, mégpedig az IDON mentünk először, szólóba, dróba, trióba, amiben tudtunk és fel tudtunk készülni, azaz nagyon megdobta, a csapatnak a részét, meg a következő, igen, amit mondtál, hogy nagyon sok olyan fellépés van, ahova már visszahívnak minket, és ez nagyon jó. Nagyon sokat játszottunk a Kis Csillagban, szerintem ilyen, nyilván nem havonta, de nagyon sok koncert volt. Még azt hiszem a Szekeres Hand is járt le buliainkra, aki a Junkies énekesen nagyon szeretett minket. Meg a Quimby zenekar. Hát meg a Quimby, ők is nagyon, de főleg az Andis emlékszem, nagyon sokat volt. Úgyhogy nekünk főleg ez a Kis Csillagos dolog, de szerintem voltunk már rengetegszer Dunaújvárosban, most is klassz volt. Május 1-én pedig délelőtt 10 órától várták a kicsiket gyerekprogramokkal, kézműves játszóházzal, lufi hajtogató bohóccal és körhintával. A Városháza térre rengetegen kilátogattak barátokkal, családdal és gyerekekkel. Az a helyzet, hogy mivel itt lakok, a gyerekem is itt jártak iskolába, itt születtek, és hát eljöttünk egy kicsit kikapcsolódni. A másik az, mesélek mindig nekiek a múltról. Én nem tudom ki, hogy van vele, kommunista rendszerben nőttem föl, de akárkivel beszéltem régiekkel, a félvonulásnak mennyi spárja. Családi program miatt jöttünk el, mindenféleképpen a gyerek miatt, hogy lássunk egy-két dolgot. Úgyhogy amit jónak találunk, hogy a városnak van ilyen, vagy legalább vannak rendezvények. A Városháza téren felléptek még az Esztrád Színház képviselői is. Major Robert és Szentgyörgyvári Laura a 3 kívánság című mese előadással készült a gyerekeknek. Ezt követően a Dunaújvárosi fiatalokból álló Karolina Ród együttes is színpadra állt. Kis András, a szervező Turinform iroda ügyvezetője azt mondta, hogy a májusi mulatság nagy sikert aratott. Folyamatos volt az érdeklődés, és mindig változtak a családok, akik kim voltak, volt, aki elment ebédelni, volt, aki itt ebédelt, tehát folyamatosan nagyjából tele volt a tér.
A májusi mulatság programsorozatot a Tataminek, majd az Ed Phillips and Memphis Patrol koncertje zárta. Az utcabálon néhányan táncra is perdültek. Május végén befejeződnek azok a munkálatok a radari sporttelepen, amelyen az elmúlt hónapokban folyamatosan dolgoznak a szakemberek. A 2017. szeptemberében kezdődő fejlesztések 3 főbb elemet tartalmaznak, amelyek az adott területen valósulnak meg. 2017. szeptemberében egy bejárás során mutatta be dr. Dorkota Lajos, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára, Cserna Gábor polgármester, Mádai Balázs a DVG ZRT elnök vezérigazgatója, aki a Dunai Ökölvívó Sport Egyesület elnöke is, Kovács Judit a DVG ZRT igazgatósági tagja, Hosszú János és Bánkuti Zsolt, mint a Döse képviselői, Sulák András a Döse szakmai vezetője, valamint Erdei Zsolt a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke a radari sporttelep akkori arculatát. Az ott lévők elmondták, a Modern Városok program keretében 3 főbb elemet tartalmaz a terület felújítása. Az egyik az atlétikai létesítmények fejlesztése, a másik a küzdősportcsarnok felújítása, a harmadik pedig a labdarúgó létesítmények fejlesztése. A küzdősportcsarnok elkészült, az eszközbeszerzések vannak folyamatban, a sporteszközök és az öltözői szekrények, padok. A folyamatban van az atlétika csarnok felújítása hozzá kapcsolódó atlétika öltözővel, és épül 2 műfüves pálya, egy 111x72 méteres és egy 44x22 méteres a hozzá kapcsolódó öltözővel, ami szintén felújításra kerül. Emellett elkészült a sportcsarnok felé vezető út is, ami eddig alig ha volt járható. Ezen több parkoló is helyet kap majd egyelőre murvás kivitelben. A telep közművesítése is rövid időn belül elkészül. Május végéig elkészül a 2 műfüves pálya, és elkészül az atlétikai öltöző, valamint az atlétikai csarnok és a labdarúgó öltöző is. Május végével zárul a projekt nagyjából. Mint azt korábban Mádai Balázs a kivitelezést végző DVG ZRT elnök vezérigazgatója felvázolta, a felújítás mintegy 630 millió forintból valósul meg. A KSH adatai szerint 2018. január és februárjában a bruttó átlagkereset 308.700 forint, azaz nettó 205.300 forint volt. Mindkettő egyaránt 12,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a garantált bér minimum 8, illetve 12%-os emelése. A költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresett rendezések voltak hatással. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. 26. alkalommal rendezték meg az Öböl Kupa elnevezésű horgászverseny Dunaújvárosban. 2 napos mulatság a Városháza téren. Május végén befejeződnek a munkálatok a radari sporttelepen. Híradónkat látták, időjárás jelentéssel folytatjuk. A Hírpluszban a gyümölcstermesztés és az idei időjárás kapcsolatával foglalkozunk. Utána Tóth Veronika várja Önöket Szépkor című magazinunkkal. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Nyáriasan meleg időig érkezik záporokkal, zivatarokkal. Csütörtökön a nyugati, délnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az erősebb zivatarokat felhőszakadási égeső és viharos szél is kísérheti. Az ország többi részén viszont napos, meleg, száraz idő várható. Főként a Dunántúlon élénkülhet meg a keleti eszél, 26-31 fokos melegre készülhetünk. Pénteken is elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Egy-egy heves zivatar is előfordulhat. Másutt változóan felhős, napos lesz az ég. Helyenként megerősödik az északkeleti szél, délután már 25-31 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!